Amióta csak az eszét tudta, Tyree-t mindig félelem gyötörte. Éjjel-nappal egyre csak rettegett szinte mindentől. Noha félelmei teljesen irracionálisak voltak, az egész életét leuralták. Nem emlékszem, mikor kezdődött ez a félelem, de amióta az eszemet tudom, féltem. Ó, Istenem, már megint félek. Ennyi volt. Nem tudtam aludni, egész éjszaka reszkedtem. Szörnyű félelmet éreztem. Féltem az emberektől, a dolgoktól. Mi lesz, ha ez történik, ha az? Mindig azt kérdezgettem. Tudtam, hogy ki Jézus, ő az én megváltom és Uram, de mindig volt bennem valami, amit nem adtam át neki a félelem miatt. Amikor felmentünk a 10. emeletre, és a lift felért a legfelső szintre, szent ég, mondtam, ez már túl magas volt nekem. Igazából nem tudom, hogy azt éreztem-e, hogy le fogok zuhanni, de tériszonyom volt. Egyszer kocsival eltévedtünk, és New Jersey-ben egy magas hídon mentünk át. A férjem vezetett, lenéztem, és már jött is a tériszony. Egy alkalommal a 700-as klubot néztem, tehát a következőket mondta valakiről, aki fél. Valakit félelem gyötör, az Úr most megszabadítja önt. Eddig félt a kígyóktól, félt a sötétben, és félt mindentől. Az élete tele volt félelemmel, de a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Azt mondta az Úr, most megszabadítja önt. Tudtam, hogy rólam beszél. Mintha Isten szólítgatott volna, ez te vagy, neked szól, eljött a te időd. A férjemmel elvittük a gyerekeket egy vízeséshez. A vízben hatalmas sziklák vannak, mi pedig leültünk rájuk. Olyan békés volt, nagyon élveztem a víz szépségét, amit Isten teremtett. Csodálatos volt. Régebben soha nem merészkedtem volna ilyen helyekre. Már nem zavar, ha magas hídon megyek át. A liftben sem félek. Most már képes vagyok félelem nélkül élni. Tudom, hogy amit Isten velem tett, hogy megszabadított, azt mások számára is elérhető. Hálás vagyok Istennek azokért az ajándékokért, amelyeket a 700-as klubban helyezett el. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy megszólított, és hogy egyetlen szavával megszabadítja a foglyokat. Jézus valóban azért jött, hogy megszabadítsa a foglyokat. Ezt láttuk most Tyree esetében is. Brian is elmondta, hogy milyen csodálatos módon szabadult meg. Ahogyan velünk megtette, önnel is megteszi. A Biblia arról beszél, hogy a félelem gyötrelemmel jár, de a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Tyree-t gyötörte a félelem. Teljesen irracionális volt, de mégis valóságos.